Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Nem árt tudni, hogy leánybúcsún, jósnőnél, de akár szabadulós játékon is találkozhatunk az adóhatóság ellenőreivel. A NAV munkatársai a nyári hónapokban több mint 1100 vizsgálatot végeztek a régióban. Ezek közül majdnem minden negyedik esetben találtak valamilyen szabálytalanságot vagy hiányosságot. Az ellenőrzések tapasztalatairól beszélgetünk a következő percekben. Vendégem Magyar Norbert, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Adófőigazgatóság sajtóreferense. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egész pontosan mikor kezdődött ez a bizonyos szezonális ellenőrzés, és milyen eredményeket, tapasztalatokat hozott az elmúlt 3 hónap? Ez a nyári ellenőrzési akció június 13-ától kezdődött el, és egészen augusztus 31-ig tartott. A tapasztalataink sajnos semmi jóval nem kecsegtetnek minket, hiszen hogyha az előző évekhez viszonyítunk, akkor sokkal magasabb volt a mulasztások megállapítási aránya, tehát több mint 50%-ban találtunk valamilyen szabálytalanságot az ellenőrzések során. A tavalyi évben ugyancsak 35%-ban találtunk ilyen mulasztásokat. Azonban ott viszont a mulasztási bírság kiszabása volt sokkal magasabb, ott 45 millió forintot állapítottunk meg a nyári akcióink során, az idei évben pedig 35 millió forint mulasztási bírságra számíthatnak az adózók. Természetesen itt vannak korrekciós lehetőségek, hiszen a tavalyi évben ugyan több vizsgálat volt, kevesebb megállapítási aránya, de sajnos sok volt a visszaeső adózó, az idei évben pedig olyanokkal találkoztunk, akik többnyire első mulasztók voltak. A visszaesőket ilyen esetben szigorúbban büntetik? Igen, a szankciók egyre magasabbak. Ugye a számla és a nyugtaadás elmulasztása akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható. Azonban nem ez a bevett gyakorlatunk, tehát természetesen több 10 000 forintot is kiszoktak szabni a kollégáink, de nem megyünk el 100 000-ig, nem megyünk el 1 millió forintig első alkalommal, hogyha nem volt előzőleg semmilyen mulasztása az adózónak, valamint az egyéb dolgokat megfelelőnek találjuk, tehát akár az alkalmazott bejelentését, amit szintén vizsgálunk, vagy a pénzkészletet is megfelelőnek találjuk. Azonban, hogyha másodszor mulaszt, ez a bírságösszeg magasabb, harmadiknál pedig már üzletbezárás is lehet a vége. Mire koncentráltak most kifejezetten a 3 hónapos ellenőrzésük során? Mely területeket keresték fel az ön kollégái? A nyári ellenőrzéseink során igyekszünk mindig azokat a szezonális tevékenységeket, illetve termékeket, árusítókat, szolgáltatókat megtalálni, akik ebben az időszakban tevékenyebben vesznek részt az üzleti, illetve a gazdasági életben. Természetesen az idei nyáron is erre koncentráltunk elsősorban, tehát itt akár a strandokon, akár a szolgáltatókon keresztül igyekeztünk a számla és a bizonytalási fegyelmet, valamint a pénzkészletet és az alkalmazottak bejelentését vizsgálni elsősorban. Ugye azokat a szolgáltatói szektorokat próbáltuk megvizsgálni, akik ebben az időszakban sokkal tevékenyebben tudnak mozogni, gondolok itt a sporttevékenység szolgáltatókra, akiket többször is jeleztük, hogy igen, célterületként meg fogunk vizsgálni, ennek ellenére sajnos a mulasztások aránya több mint 60%-os volt ezen területen. Ez alatt pontosan mit értenek? Kiket vizsgáltak? Természetesen ilyen nyári sporttevékenységeket, tehát a fitness termeken túl, amelyek egész évben működnek, azért igyekeztünk azokat a tevékenységeket is vizsgálni, amiket a szabadban lehet végezni. Ilyen volt például egy vízitúra, amelyre a kollégáink is beneveztek. A túra végeztével azonban nem kaptak bizonylatot erről a tevékenységről, annak ellenére, hogy a túravezető az ellenőrzés végén jelezte, hogy neki volt végig egy olyan sejtése, hogy revizorokkal van dolga, ugyanis nagyon keveset ittak, vagyis egyáltalán nem fogyasztottak alkoholt. Ennek ellenére, sejtés ellenére azonban nem bizonylatolta ezt a tevékenységet. Tehát a józansága buktatta le a revizorokat. Mibe került egy ilyen a túra szervezőinek? Mibe került ez a túra? Ezek a tevékenységek változó összegeket ölelnek föl, ugye itt attól is függ, hogy hány revizor, illetve mekkora csapat az, aki benevez. Azonban tudni kell, hogy a revizoraink életszerű helyzeteket igyekeznek teremteni, tehát ők is alkudnak ezekből az árakból, és igyekeznek minél olcsóbban megúszni ezeket a szolgáltatásokat. Azt már tudjuk, hogy vízitúrázni szívesen túráznak a revizorok. Milyen más extrém helyen fordultak meg? Én a Felkomban már utaltam arra, hogy jósnőnél is jártak, és előszeretettel mennek leánybúcsúba is? Így igaz. Olyan szolgáltatásokat is igyekszünk ellenőrizni, amelyek általában az általános operatív gyakorlatunk során egy picit perifériára szorulnak. Tehát nem mindig van időnk, lehetőségünk, emberünk, valamint költségünk ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételére.
Tehát akár a jósnőnél is megfordulhatnak egy-egy vásáron, kirakodáson. Volt egy ilyen esetünk, ahol a revizorok elvégeztették a tenyérjóslást, a jósnő megmondta a jövőjüket, csak sajnos a sajátját nem látta, ugyanis bizonylatot nem adott. Ennek ellenére ő is mondta, hogy ő végig biztos volt abban, hogy adóhivatali dolgozókkal van dolga, tehát ő ezt megjósolta saját magának, de mégsem tartotta magát a bizonylatolási fegyelemhez. Lánybúcsuk esetében is volt már példa arra, ugye itt csak hölgyek vesznek részt, és ilyenkor több szolgáltatási tevékenységet is igyekszünk ellenőrizni. Ugye már nem divat lánybúcsú taxival utazni, tehát limuzin bérlést próbálunk bevonni ebbe az ellenőrzési tevékenységbe. Valamint üzlethely, illetve szolgáltató helyiségeket, szórakozó helyiségeket is kibérelünk, és ide természetesen ételeket, italokat is, szolgáltatókat is hívunk. Sajnos azt kell mondjam, hogy ebben az esetben senki nem bizonyította a tevékenységét, senki nem gondolta, hogy 6 revizorlánnyal van dolga, nem pedig fiatal lányokkal, akik valóban lánybúcsút tartanak. Az ön kollégáinak az jár a fejembe, hogy valami fajta kis színészi vénával is rendelkezniük kell, valami kis diák színpadi körös múltal is rendelkezniük kell, hiszen ezeket a szituációkat el kell játszani. Ezek gondolom ez életszerűen kell előadni. Egy leánybúcsún akkor a 6 csinos revizorhölgy nem ivott egy kortyot sem, úgy szintén? Nem ivott egy kortyot sem, tehát természetesen... Az elég gyanús lehetett ott. Természetesen el tudják játszani, mintha alkoholos állapotban lennének, tehát el is kell játszaniuk. Gyakran ér minket az a vád, ugye, hogy próbáljuk csőbe húzni az adózókat. Mi azt mondjuk, hogy életszerű szituációkat igyekszünk teremteni, hiszen nem az a célunk, hogy azért adjanak bizonylatot a vállalkozások, illetve a szolgáltatók, mert tudják, hogy a NAV-val van dolguk, hanem azért, mert egyébként is ez a dolguk. Többször volt olyan esetünk, hogy idegenforgalmi helyeken vettünk igénybe szolgáltatásokat, ahol nagyon gyakori a külföldi vendég, és hogyha a külföldi vendégnek adjuk ki saját magunkat is, tehát beszélnek idegen nyelveket is a revizoraink, akkor sajnos sok esetben tapasztaljuk, hogy eszük ágában sincs a vállalkozásoknak bizonyatolni azt a tevékenységet, amit éppen végeznek. A túlszámlázás is jellemző ilyen esetben? Találkoztunk már valóban ilyen esettel is, azonban nem gyakori. Akkor a régió ebből a szempontból nem olyan, mint mondjuk Budapest vagy környéke? Kevésbé frekventált ez a régió ebből a szempontból, hiszen itt azért a külföldi vendégek száma egy kicsivel alacsonyabb, valamint sokkal több, illetve nagyobb számban jelennek meg magyar vendégek, akik esetleg figyelmeztethetik erre a külföldi vendégeket is. Volt egy hajdúsági extrém esetük is, amire emlékszem a közleményükből. Mi is volt ez pontosan? Itt valami polihisztort említettek. Így van, találkoztunk egy olyan vállalkozóval is az ellenőrzéseink során, aki több tevékenységet is végzett egyszerre, tehát cukrász is volt, lemezlovas is volt, és taxisofőr is volt, és mindezt egyszerre végezte. Ezzel nincsen semmi probléma, hogyha ez bejelentéssel és megfelelő adószám birtokában végzi. Azonban a cukrászati tevékenységre sajnos nem volt semmilyen engedélye, és több éve végezte már ezt a tevékenységet. Ugye ez több szempontból, egészségügyi szempontokból is vonhat maga után következményeket. Igyekeztünk egy olyan baráti összejövetelre meghívni, ahol ki is szállította ezt a terméket, és sajnos ezt a tevékenységet nem bizonylatolta. A híradásokból az is kiderült, hogy eléggé játékos kedvűek is egyébként a NAV-nak a revizorai. Hogyan bukott meg a szabadulós, kiutós játékos szervező? Igen, ez a menekülő játék egyre divatosabb, ugye az interneten hirdetnek több olyan szervezetek ilyen típusú játékokat, akik általában baráti társaságokat, illetve cégeket céloznak meg, akár csapatépítés céljából. Ez egy 60 perces játék volt, amelyet végig kellett játszaniuk a revizoroknak, egy szobából kellett különböző feladatokat megoldva kiszabadulniuk. Mivel hamarabb sikerült teljesítenünk a 60 perc alatt ezt a feladatot, ezért próbáltak alkudni is az árban, hogy minél inkább életszerű legyen ez a helyzet. Hát annyira életszerűre sikerült, hogy semmilyen bizonylatot nem állítottak ki ennek a végén, miután átvették a szolgáltatásról szóló összeget. Azonban az ellenőrzéseink azt is kimutatták, hogy ezen a telephelyen a száma és a bizonylatolási fegyelem korábban sem történt megfelelően, hiszen itt átnézve a számlatömböt megtaláltuk, hogy egy évvel ezelőtt állítottak ki megfelelő számlát, illetve a bizonylatban pedig egy hónappal ezelőtt volt megfelelő bizonylat kiállítva, annak ellenére, hogy a forgalma sokkal nagyobb ennek az üzletnek. Az elektronikus pénztárgépek korában azt gondolná az egyszerű laikus, hogy ezen a téren azért jelentős változás van, de az ön példái azt sejtetik velem, hogy nincs itt minden rendben, sőt.
Sajnos nincs minden rendben, hiszen a szolgáltatói szektor nincs teljes mértékben lefedve online pénztárgépek szempontjából. Azonban nagyon gyakran találkozunk azzal az esettel is, hogy az online pénztárgépeket sem megfelelően használják, nem megfelelően üzemeltetik. Magát az ellenőrzést sem kell már úgy elvégeznünk, ahogy korábban végeztük, tehát próbavásárlásokra sincs szükség, és ezt sokszor nem is tudják a vállalkozások, hiszen egy revizor akár az üzlethelyiség előtt megszámlálhatja a forgalmat, lekérheti az előző napi adatokat egy tablet segítségével, amely kapcsolatot teremt a mi rendszerünk, illetve az online pénztárgép között, illetve azt is tudja figyelni az éppen kijövő vevő, aki esetleg egy élelmiszerboltból jön ki hatalmas pakkokkal, kapott-e számlát és nyugtát. Az ellenőrzésük érintette a dinnye árusokat is. Itt nagyon magas volt a kifogásolási arány. Igen, a zöldség és a gyümölcskereskedelemben szolgáltatókat azért ilyenkor nyári időszakban sokkal kiemeltebben vizsgáljuk, mint az év többi részében, hiszen szezonális termékekről van szó. Elsősorban a dinnye árusokat vizsgáltuk, itt nagyon sok volt a mulasztás, hiszen 86%-ában találtunk valamilyen mulasztást ezeknél az adózóknál. Nem minden esetben a nyugta és a számlaadás elmaradása volt a jellemző, nagyon sok esetben az alkalmazottakat nem jelentették be, vagy a pénzkészlet nem volt megfelelő a bizonyított összegeknek. Egyetlen percünk maradt, azt árulja még el, hogy a kollégáik, amikor fölfedik magukat egy ilyen áruhás akció után, akkor hogyan fogadja őket a másik oldal? Milyen szituációk adódnak ebből? Morognak, számon kérik őket, csőbehúzással vádolják, egyáltalán mivel szembesülnek a kollégák ilyenkor? Nem mindig pozitív a fogadtatás, találkoztunk már olyan adózóval is, aki bezárta őket az üzletbe, hiszen végrehajtásra mentek. Ők természetesen elvégezték a munkájukat, felmérték a termékeket, amíg a rendőrség kiszabadította őket, tehát az adózó nem biztos, hogy jól járt, hogy pont abban a helyiségbe zárta be a revizorokat. Azonban volt olyan esetünk is, amikor egy autókereskedésnél megtapsolták a revizorainkat, hiszen apa és lányaként adták elő a gépkocsi vásárlási történetüket, és azt mondta az adózó, hogy annyira kiváló volt a színészi játékuk, hogy sajnos ő nem jött rá, hogy kikkel van dolga. Magyar Norbert, köszönöm szépen, tanúságos volt. Én is köszönöm. Új raktárcsarnok avatásával ünnepelte 25. születésnapját a Stanspet Kft. A szállítmányozással és logisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó debreceni székhelyű cégcsoport jelenleg több mint 700 embernek ad munkát. A társaság az elmúlt években meghatározó szereplője lett a hazai logisztikai ágazatnak. A kezdetekről, a jelenről és a vállalatcsoport jövőbeli terveiről is kérdezem a cég ügyvezető igazgatóját, Fülöp Zsolt urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Új üzemcsarnokavatás volt a tegnapi születésnapon. Ha egy picit felidézni ennek kapcsán a honnan, hová jutott a cég történetet, azt hiszem, hogy megköszönnénk önnek. 1989-ben ugye nagy változások voltak az országban, és Svájcban élő nagybátyám többször találkoztunk, gyakran járt haza, és mondta, biztatott, hogy vállalkozzunk valamibe. Én akkor a Hajdú Volánnál voltam nemzetközi irodavezető, és gyakorlatilag a teljes kamion, külföldre járó kamionoknak az irányítása, működtetése, valutapénztárostól, mindenestől tartozott hozzám. Tehát a szakmai ismeretek innen jöttek, és mondtam neki, jó, de hát nekem nincsen pénzem, meg egyebem, hogyan induljunk. És akkor ő azt mondta nekem, hogy hát őt vegyem úgy, hogy nem rokoni segítség, hanem mint bank megfinanszírozza az indulást, én pedig tegyem mellé a munkát, és hogyha ez megtalálja egymást és elkezd működni, akkor mindenki jól jár, ha meg nem, akkor én a munkámat veszítem el, ő pedig a pénzét. Hát
ez egy svájci szájából nem hangzott rosszul. Ez egészen meseszerű ez az indulás. Igen, gyakorlatilag szoktam mondani, hogy azon cégek egyike vagyunk, ahol meg lehet kérdezni azt, hogy az első milliója honnan van a cégnek. Egyébként nem kell nagy összegre gondolni, illetve a mai fejjel nem nagy összeg, hiszen egy 3-3,5 millió forintos tőzsdőkével indult ez a társaság. És mennyi autó, mennyi személyzet, hogyan képzeljük el a 90-es indulást? A tegnap előtti létszámok az 718 fő. Induláskor hárman indítottuk, és gyakorlatilag én voltam a második munkavállalója a társaságnak, hiszen nekem még az irodát át kellett adjam a következő volános irodavezetőnek, és emiatt nem tudtam azonnal kezdeni a munkát, és közben a kollégámat betanítottam, hiszen ő sem végezte ezt a munkát, betanítottam és irányítgattam, és gyakorlatilag októberbe kezdtük el a tevékenységünket. És a nagybácsit úgy kell elképzelni, mint egy csöndes társat? Gyakorlatilag igen. 50-50 százalékos tőkével indultunk úgy, hogy ő megfinanszírozta az én 50 százalékomat, amit természetesen az első nyereséges év után visszafizettem. És nagyon sokszor találkoztunk, én rendkívül módon szerettem vele beszélni, mert azért neki életszerű és nagyon jó gyakorlata van, hiszen ő is Svájcban vállalkozó volt, ugyan más területen. A beszélgetések vége persze mindig az volt, hogy jó van.